A június 1-i Várpalotai Félix Promotion gálán ismét láthatjuk a szorítóban a WBO nagy középsúlyú interkontinentális bajnokát, Kis Mátét. A szegedi bunyósra komoly teszt vár, hiszen az a Gejárd Ajatovic lesz az ellenfél, aki például legyőzte a korábbi világbajnoki kihívót, Václav Uzelkovot, és olyan nevek sem tudták kiütni, mint Harry Simon, Maxim Vlasov, Daniel Gill vagy Saki Jobbika. Nagyon várom a küzdelmet, hiszen február végén volt a mérkőzésem, úgyhogy már nagyon éhes vagyok egy jó parás csatára. Magamat kell legyőznöm minden áldott edzésen, úgyhogy 110%-ot fogok megint hozni június 1-ére, és várom a kedves közönséget is, hogy jöjjenek el, biztassanak, mert ez nagyon sokat jelent nekem. A veretlen cirkáló súlyú bunyós Urbán Ferenc szintén kesztyűt húz a Gál Gyula sportcsarnokban. Urbán egyre közelebb van egy hőn elhított magyar bajnoki címmérkőzéshez, ám ehhez kötelező a győzelem a bosnyák Kemal Devárz ellen is. Folyamatosan vannak újítások, edzőmet Vajer Gáborral és Vilányi Lászlóval mindent megtesznek azért, hogy a felkészüléseim változatosak legyenek. Amikor lejöttél és először megkérdeztél, én megmondtam, hogy egy év múlva szeretnék magyar bajnok lenni, és ez a célom továbbra is fennáll.